szíjadást, a nagy rázkódás miatt használták a versenyzők, nehogy a motorház rossz úton fölpatoljon, fölvágódjon, baleset legyen belőle. Ez az 1915-ös jármű az első Ford T-modell sportváltozata. A közel 3000 köbcentis motorral ellátott, 20 lóerős autócsodát az Amerikai Egyesült Államokban gyártották az autógyártás első időszakában, az úgynevezett részkorban. A jármű még sok szempontból hasonlít a Hintókhoz, megtartották a petroleum lámpákat és a küllős kerekeket is. Az autó nagyon rossz állapotban került Magyarországra, a tulajdonos Lakatos Ferenc eredeti alkatrészekkel restauráltatta. Ezek az autók a különlegesek a korszak megválasztásából, tehát hogy rögtön a Hintók után következő korszakban lettek megválasztva, és ezt a úgynevezett részkorszakot, az 1905-től 1917-ig terjedő korszakot csak ilyen nagyon rézzel megmunkált, nagykézi munkával készített autók jellemzik, ami az igazi szépséget és ilyen műtárgyakat tükröznek. A T-modell mellett egy Packard 110-es autó is gazdagítja a Helikon Kastély Múzeum kiállítását. Az 1940-es években az amerikai autógyártás aranykorában készült gépkocsi 4000 köbcentis motorral rendelkezik, és akár 130-140 km/órás sebességre is képes. A luxusautók kategóriájába tartozik, hercegek és grófok gyűjteményében is megtalálható volt. Az autók azért kaptak helyet a Hinton Múzeumban, mert ezek segítségével lehetőség nyílik bemutatni, hogy hogyan fejlődött a járműgyártás az évszázadok során. A világ összes hintóját bemutatjuk, Európa talán legnagyobb hintógyűjteményével rendelkezünk, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos múzeum technikai, múzeum szervezési kérdésekből, hogy végig tudjuk vezetni, hogy mik voltak azok az első szekerek, amelyek megjelentek, hogy fejlődtek a hintók, és hát mivé fejlődtek a hintók. Ugye az első ilyen automobil, amely megjelent a hintók után, és nagyobb példányszámban gyártották, ez a Ford T modellje volt, amelyet ugye magyar tervezők terveztek. Az új autókról sajtótájékoztató keretében számolt be a múzeum vezetősége és a tulajdonos. Elhangzott, ezek a több mint 100 éves járművek nagyon népszerűek, a látogatók számára nagy öröm, hogy kiváló állapotban csodálhatják meg az első automobilokat. A Helikon Kastély Múzeum tervei szerint 2020-ban újabb járművel bővül a gyűjtemény, amely az első világháborút követő autógyártás korszakát mutatja majd be.